Van egy gyakori probléma, ami felmerül, különösen azoknál, akik kezdők ezen az úton. Ez a probléma pedig az, hogy amit érintettünk már különböző videókban persze, és végül is a gyöngyöt a disznók elé is hasonló téma, de ez talán egy kicsit másképp fog segíteni, vagy lesz hasznos, hogyha Yahoo akarja. Ez a probléma az, hogy a kezdetekben mindenkinek óriási lelkesedése van, és örül, hogy megismerte az igazságot, és meg akarja azt osztani mindenkivel, akit csak ismer. Én úgy gondolom, hogy ez egy hiba, nem csak, hogy úgy gondolom, hanem én biztos vagyok abban, hogy ez egy hiba, amit az ellenség ki is használ. Elmondom, hogy mi az, ami velem történt, aztán meg elmondom, hogy mi az, amit szerintem tenni kellene, amikor számomra kiderült az igazság, ami egy nagyjából 13-14 éves intenzív kutatási folyamatnak volt a vége, és megtudtam a végére, hogy Isten létezik, és van ez az egész dolog, hogy élet a halál után, meg minden, mert ugye én nem voltam ezelőtt hívő, nem is olvastam a Bibliát, meg nem is csináltam én semmit, ami ehhez hasonló. És akkor kiderült, akkor óriási lelkesedéssel felhívtam majdnem mindenkit, minden családtagomat Magyarországon, akkor én Angliában voltam, és elújságoltam nekik, hogy képzeljétek el, hogy minden hazugság, meg a jelenések könyv, meg vége a világnak, a fene van bélyege. Amivel szerintem nagyon sokan tudnak itt azonosulni, biztos vagyok benne legalábbis az alapján, amiket én így hallottam az évek során az emberektől, különösen a kezdőktől, még egyszer mondom. És hát természetesen a reakció az volt, ami minden normál ember reakciója lenne, az pedig az, hogy mindenki le volt döbbenve, hogy mi az, ami velem történt, és hogy valószínűleg megőrültem, és szedjem össze magam, meg nyugodjak meg, ez mások hogy nem jöttek rá, meg a pap, meg mindenki, aki tanult, az miért nem tudja ezt, pont te jöttél rá, te vagy ilyen okos, akkor olvasgasd el Pál leveleit, meg hát szóval mindenféle ellenvetés, meg ellenvélemény felmerült nyilvánvalóan, és én nem is hibáztatom ezeket az embereket. Azután az volt a nagyszerű az egészben, hogy Yahoo megmutatta nekem, hogy ezt abba kell hagynom sürgősen ezt a dolgot. És abba is hagytam. Ez csak néhány hétig tartott nálam. Azután azonnal én befejeztem így az úgymond igazsághirdetést a családomon belül, meg úgy minden jött mennek, akivel találkoztam. Persze azért még, amíg az emberekkel dolgoztam Londonban, mint edző, valahogy késztetést éreztem, hogy mondjam, de akkor ez még nagyon primitív formában zajlott, és szerintem borzasztóan irritáló lehetett számukra, de kedvesek voltak, és nem nagyon hozták ezt az én tudtomra. Olyannyira, hogy mikor eljöttem, minden ügyfelemnek én vettem egy Bibliát, egy King James verziót akkor, ami ott valami 3 font, szóval 1500 forint, úgyhogy nem sok. És de azután, mikor hazajöttem, és ezzel az ellenállással szembesültem, rávezetett az atya, hogy ezt abba kell hagynom. Ennek nincsen semmi értelme, és így is van. Semmi értelme nincs annak, hogy bármerre megyünk, mindig próbáljuk úgy csűrni-csavarni a dolgokat, hogy erről tudjunk beszélni, vagy még rosszabb, hogy akárkivel is találkozunk, ez az, amiről mi beszélünk, vagy erre tereljük a témát mindig, és próbáljuk meggyőzni őket erről, vagy arról, vagy amarról. Ez egy borzasztó nagy hiba szerintem. Külön, minél kezdőbb valaki, annál nagyobb hiba. És nem csak, hogy ez lerombolja az emberi kapcsolatokat, meg tönkreteszi a mindenkivel való együttlétünket, hanem ez egy nagyszerű terep az ellenségnek arra, hogy az egyént elbizonytalanítsa és eltérítse erről az útról. Az én tapasztalatom az, hogy abban a tempóban, ahogy az átlagember halad ezen az úton,
évek szükségesek ahhoz, mire valaki olyan szintre kerül, hogy egyáltalán idézni tud koherens dolgokat, meg összefüggő dolgokat az írásokból, ha egyáltalán tud, és ha szükséges az. Arról nem beszélve, hogy eltalálja a helyet, hogy azokat hogyan kell idézni, meg hol és mikor, és el tudja magyarázni, esetleg alátámasztani több másik verssel. Évek, mire ez eljön. Azután, mire megérti az ember a bonyolultabb összefüggéseit, az még megint csak idő. Különösen gondolok itt Saul leveleire, illetve mondjuk például az Atya, a Fiú és a Ruach, vagy a Szent Szellem kapcsolatára, meg azokra a dolgokra, amik időt igényelnek, a név használatra, akkor az ünnepek, stb., hogy legyen az embernek tapasztalata abban, hogy járja ezt az utat a gyakorlatban. És amivel szembe találja magát egy kezdő, az az, hogy néhány hónappal azelőtt, mint az én esetemben is, még jártam a világ útján 100%-ig. Teljes mértékben. Nem érdekelt semmi, legalábbis az ismerőseim szemében. Aztán eltelik egy kis idő, visszamegyek, és majd én fogom megváltani a világot. Nekik ez a kontraszt, ez túlságosan nagy. És ha visszagondolunk, akkor Jahusha HaMashiach ugyan erre utalt, mikor azt mondta, hogy senki nem lehet proféta az ő hazájában. Többször is elmondta ezt. És pontosan ez az, amiről beszélt. Hisz azt mondták az emberek, hogy ez nem az Ács fia, meg Mária, vagy Miriam gyermeke, aki köztünk járt. Nehéz volt azoknak az embereknek azt a kontrasztot legyőzni, ami kialakult bennük, hogy ez ilyen szenzációs, amit mondtam, de közben néhány hete még ugyanolyan ostoba volt, mint mi. És most majd ő fogja a világot megváltani. Ezért kellett elhagynia azt a helyet, ahol ő élt előtte, ahol a korábbi élete zajlott, és ezt mindenkit emlékeztetett az ő jelenléte erre. Nehéz volt az embereknek ezt elfogadni. Úgyhogy ezzel fog mindenki szembesülni. Nyilván nem fognak hinni neki, hiszen tudni fogják, hogy az XZ, aki ugyanolyan szerencsétlen, mint mi, azt tudja, hogy a jobb keze hol van a baltól, és akkor majd te fogod nekünk megmondani, hogy micsoda, hogy ébredések történnek a te életedben, meg megváltod majd a világot, meg tudsz mindent, amit mások nem tudtak kitalálni, meg a pap, meg a senki, meg 20 éve olvassa, te meg tudod. És ez az állandó harc az emberekkel így, ha valaki nem hagyja ezt abba, és nem adja ezt fel, ez felőrli az embernek az ellenállását szépen lassan. Mivel mindig újra és újra ő az, aki gerjeszti a harcot, meg a nézeteltéréseket akár, vagy a vitát, vagy az erről való beszélgetést, ezért gyakorlatilag az ember a saját bukásának az okozója. Azért, mert nem képes azt a lendületet valamilyen úton, módon kordában tartani. Úgyhogy én semmilyen körülmények közt nem kezdeném el ezt csinálni. Ha valaki új, vagy kezdő, vagy X ideje járja, akármi, ezt be kell fejezni minél hamarabb. El kell felejteni azt a gondolatot, hogy nekünk mindig, mindenhol erről kell beszélnünk. Nem ezt mondja az írás, hogy nekünk mindig, mindenhol erről kell beszélni. Akkor kell erről beszélni, mikor Abba Jahuah erre indít minket, hogy erről beszéljünk. Az ellenség pedig nagyszerű abban, hogy kihasználja ezeket a harcokat és az embereket egymás ellen fordítsa. És ezt is fogja csinálni, ezért van az a rengeteg vita családon belül, ami aztán az ember teljesen felemészti és felőrli az ellenállását, meg a kitartását, meg a lelkesedését, és azt hiszi, hogy ez az én hibám. Nem. Egyszerűen csak a tudás nincs meg mögötte, meg az értelem, meg a bölcsesség. Az ember nem tud eleget, nem érti azt, amit tud, és nem csinálja főként. Ez a csinálás lenne a legfontosabb, hogy az embereket majd odahozza hozzá, hogy látják, hogy megváltozott, hogy már csinálja ezt az egészet, és járja ezt az utat, nem beszél róla. Még egy másik dolog az pedig az, hogy a világ nagyszerűen tudja a hazugságot, amiben él. Mindenki tökéletesen tud érvelni azért, hogy miért él a hazugságban. Azok is, akik elhagyják az utat, azok is, akik sose jártak rajta. De mi,
mikor elkezdjük ezt az utat, és nincs meg a tudás, értelem és bölcsesség, nem tudjuk megvédeni magunkat kellőképp, hiszen nincs meg a megfelelő mennyiségű tapasztalatunk, meg információnk, meg megértésünk erről. Ezért könnyedén le fognak győzni minket a hazugságaikkal, hisz ők tökéletesen tudják azt, ahogy mi is tudtuk, mikor abban éltünk, meg tudtunk magyarázni mindent, amit csak akartunk. Nem beszélve teológusokról, vagy akár keresztényekről, hogy ők mennyire ismerik azt a hazugságot, amiben élnek. Nem azt mondom, hogy ők hazugok, vagy rossz emberek, csak így vagyunk programozva. Szóval a hazugságot, amelyben élnek, sokkal jobban ismerik, mint mi az igazságot, amiről beszélni szeretnénk. Így le fognak győzni minket a hazugságaikkal. Nem azért, mert gonoszak, hanem mert ebben élnek, ezt tanulták, és jobban tudnak érvelni mellette, mint ahogy mi, hiszen nem vagyunk felkészülve rá, de belebonyolódunk ezekbe a szükségtelen harcokba. Úgyhogy én ezt mindenképpen elkerülném, és inkább csöndbe maradok, mert még az ostoba is értelmesnek tűnik, amikor csöndben van. Majd amikor Yahuwah arra indít a megfelelő pillanatban, és odahozza a megfelelő embert, akkor beszélek róla, és mikor a ruach mutatja, hogy elég volt, mert már nem tudja befogadni az az ember, befogom a számat, és megyek tovább. Hiszen az én feladatom csak ennyi. Van, aki vet, van, aki öntöz, de Yahuwah az, aki adja a termést, és Róma sem egy nap alatt épült, úgyhogy nem lehet senkit meggyőzni egy ültő helyébe. Úgyhogy mindenki készüljön fel egy hosszabb harcra. Nem kell rázúdítani mindenkire az igazságot egyből. Halleluja és shalom!